Régen készült videó, igazából hát itt az akvárium kész, meg ma befejeztem itt kint is a padlót, végre így leraktam. Ez ugye ilyen össze-vissza forma, mert ugye a szegélyek mennek majd még föl oldalra, ez az amaz. Itt is majd ugye a burkolatváltó fölmegy, és akkor nem ilyen gírbe-gúrbe szírszar lett. De azért itt a csőnél is sikerült normálisan kivágnom, ennek örülök. Itt ott egy kicsit sok tett, de hogy itt így körbe azért egészen kultúráltan sikerült kivágnom, majd ezt ugye ki kell nyomni szigetelővel. Így fénybe így mutat. Nekem tetszik, szerintem szép lesz, közben megrendeltem az előszoba bútort. Meg videó nem szerepelt még a hűtőse. Egy ilyen. Szép, nagy, belefér minden. Így van rajta ilyen parasztvakítós led is. És akkor ez egy kicsit mutatja, hogy most mi van benne. Ennyi, közben szopok a festéssel. Elkezdtem lefesteni az ajtókereteket, aztán a üzi az lehúzta, a maszkolószalag lehúzta a festéket egy csomó helyen. Van, ahol a fehéret húzta le, van, ahol a szürkét. Mindegy, jövő héten ezt gyors megcsinálom majd az ilyen apró javítgatások, aztán hát így haladunk. Meg jövő héten megpróbálok ide beállítani valami szekrényt a sarokba, abból a negyedek szekrényből, ami itt van, és akkor itt lesz addig egy beépített szekrényem így ideiglenesen, mert lehet, hogy ez csak később fog elkészülni a konyha után, majd attól függ, hogy milyen árajánlatot kaptam. Természetesen a feketét is lehúzta a szallag, mindegy, majd javítok mindent. Ennyi a történés egyelőre. Így a padlónak örülök, hogy azért ez, hát mennyi, egy nap alatt igazából leraktam tegnap, azt beszaptam, az a kettő volt egy kicsit necces, ugye itt sok a törés benne, azokat úgy befaragni, az egy órácska volt, aztán ezt megleraktam, mennyi van most 14:30, ilyen 9-kor kezdtem neki, közben ebédeltem is egyet, annyira nem tartott sokáig, nem tudom, maradt egy zsák, van ott még mennyi, ez majdnem 6 egész doboz, meg még 10 van a főnököméknél. Ez 16, és erre a részre használtam el, akkor összesen 6 darabot, 6 dobozzal. És ez nem kisebb szerintem sokkal. Na mindegy, majd kiderül. Szerintem maradni fog egy-két dobozzal. Hát most itt egyenlőre ilyen kuplerája van, majd a szemetet összeszedem meg, hogyha építettem valamit ezekből a szekrényekből, akkor majd egy csomó cucc bele tud menni. Meg akkor el tudok pakolni így mindent, ilyen festős, meg ilyen szírszar cuccot is, hogy ne itt ilyen okádék módon legyen. De mindegy, majd ez is alakul. Fürdőt nem tudom, levideóztam el most egy előreidésbe, csak bedobáltam a cuccokat, sehogy nem néz ki, de most ugye ez így ilyen. Hát most itt is ilyen okádék, meg mostam, aztán azért van nyitva a mosógépajtó. Na, szóval ezek a történések, igazából ez a padló, ami most nekem nagyon tetszik, meg nagyon jó, hogy azért ilyen világos a fekete falhoz, hogy nem lesz annyira sötét se itt, se ott bent. Jó választás volt, meg kaptam egy zsákkal a főnökéktől, szóval ingyen, meg aztán végképp jó. 24 óráig tartja a vizet, ha esetleg leborítanám, meg nagyon kopás álló, szóval ez azért egy elég jó minőségű cucc lesz. Majd történik valami, következő szerintem az előszoba bútor lesz, amit felrakok, ami úgy kell, és akkor majd lehet, hogy jövő hétvégén, vagy utána valamikor ide beszabom akkor a szekrényt valahogy, majd meglátjuk. Na, sziasztok!